1975-ben ismerkedtem meg a Nemzetközi Folklortánc Színház igazgatójával, Ferdinand van Altenával. Egy szegedi műsort látott, amit én koreografáltam és rendeztem. Meghívott, hogy dolgozzam az együttesnél. Először csak egy száraz munkakapcsolat volt, később egy munkabarátság lett. Most már ötödik éve tulajdonképpen éves feladatom van. Évenként az igazgatóval együtt kitalálunk egy műsort, annak megkeressük a koreográfusait, és ezt aztán nekem az év vége felé, általában decemberben egy egységes színházi táncműsorra kell rendeznem. Nagyon szeretek velük dolgozni, mert valóban hivatásosok, szeretik a hivatásukat. Szeretem azért is őket, mert azt hiszem egyedülállóak Európában, azt vállalták fel, hogy az egész európai folklort bemutatják, és színházi műsorként, tehát nem esztrád műsorokat mutatnak be a közönségnek, hanem mindig egyfajta gondolatköré csoportosítják. Ez létrehozott az együttesen belül is egy nemzetközi szellemet, tulajdonképpen abszolút toleránsen minden nép folklorját és minden nép kultúráját szeretik. Úgyhogy szívesen dolgozom velük.